Kárpátalja egyik ikonikus községében vagyunk, a Felső-Tisza vidéken, Visken. Az ötvös házaspárral találkozunk, akik életük során mindig azon fáradoztak, hogy a viski magyarság ügyét előbbre vigyék. Vár bennünket a nagyon finom viski csülkös passzújlevessel, és ha jól tudom, a somlekváros és szőlőlekváros fánkkal. Így van. Ugye? Készültem, vártalak titeket nagy szeretettel, és tudni kell, hogy a Viski Falusi Turizmus és az ötvös család igyekszik annak érdekében minden menüt összeállítani, hogy helyi ételekkel várjuk a vendégeket, saját magunk is. A fiatalok már főzik a modern kajákat, de mi még igyekszünk a régikkel. Akkor ez is ilyen viski módszerrel készült? Passzújleves? Mi van benne? Hát ebben füstölt csülköt megfőztünk, és libamáj passzúj van, ami nagyon finom. Szóval ez milyen? Ez a pöttyös? Nem, ez fehér drap. Aha. Ilyen világos drap, ilyen egy nagyon szép kerekszemű libamáj passzúj, és az nagyon finom. Fokhagymás, vöröshagymás rántással készítem, de minden ház másképp készíti. És utána behabarom. És akkor a csülköt kitetszenek venni belőle, és az utána hozzá kerül terítékre. Igen, a csülköt kivesszük, szeleteljük, és úgy tálaljuk a levest a csülökkel. Láttam, hogy azért ez ilyen jó testes passzújleves, hogy van benne passzúj rendesen. Hát ennek mi így szeretjük. Helyes. Hát meg régen is a férfiak, ha hazajöttek a mezőről, bárhonnan annak kellett, hogy tartalma legyen. Így van. Ez laktatós, ez egy tál étel. Hát még az igazság, az nem készültem, de itt Visken mi még a lilahagymás, ecetes hagymát is esszük hozzá, de ezt most nem mertem készíteni, mert nem tudtam, hogy készíthetem vagy nem, de elmondom. Nyugodtan. Hogy ez is járja hozzá Visken. Hát valahol biztos máshol. Verbőcön is így eszik, nem lilahagymával, de vöröshagymával. De ecetes hagymával. Igen, ecetes. Ez nagyon jó. Úgyhogy ez így néz ki. És így itt tálaljuk, és itt van hozzá a füstölt csülök, amit már felszeleteltem, és itt tálaljuk a vendégek számára. Mivel 96 óta foglalkozunk falusi turizmus vendéglátással, azért úgy benne vagyunk a dolgokba, hogy hogyan kell. Mindig tanultunk valamit, nem mindig sikerült, de hála jó Istennek voltak segítőink, akik vittek, bemutatták, és elértünk egy olyan színvonalat, hogy Kárpátalján én büszke vagyok, hogy a Viski Falusi Turizmusnak nagyon jó híreve van Magyarország szerte. Hát Ida néniék nevével összeforrt ez a Viski Falusi Turizmusnak a híre. Hány ház van? 96-ban 10 pedagógus családdal kezdtük, 2000-ben hivatalosan bejegyeztettem, ott már volt 15 vendégházunk, és most pedig, mivel a Magyar Turisztikai Tanács jóvoltából minősítettük, újból minősítettük a vendégházakat, és elindult egy új tanfolyam, így most 24 vendégházunk van. Kerestünk Ida nénivel egy pár régi képet, vagy 4 éves? Igen, 4 éves vagyok. Sanyi bácsi is, ott meg 6 éves a Sanyi bácsi. Egy idő alatt készült, csak én fiatalabb vagyok tőle, és azért ő idősebb ottan, mint én. És azért úgy mutogatom az unokáimnak, ezt elmondom, hogy nagyon nehéz helyzetbe jöttünk akkor, és az én édesanyám, édesanyja, nagymamám tudott varni, és ezeket a ruhákat mindet ő varogatta nekem, és így öltöztettek. Nem volt ennyi lehetőség, mint most a mai fiatalasszonyoknak. Itt van még egy nagyon jó kép, láttam az előbb. Itt egy előadáson tetszenek részt venni. Itt van Ida néni, ugye? Igen, én vagyok, itt. Igen. És Sanyi bácsi. És ez mi is volt? Ez a Fehér Anna.
Akkor a férjem kémikusként, én biológusként azért nagyon vonzottunk az irodalomhoz is, és elindultottuk, hogy kellene nekünk egy tornaterem az iskolába. És összedugtuk a tanárok a fejünket, és mindent önerőből, a kulisszákat, a festőművészek, a viskiek, a Balázs István fafaragónk készítettük, és előadtuk, megtanultuk egy télen keresztül a Fehér Annát, és már az advent időszakot kihagyva, mikor jöttek a január végén azok a lehetőségek, akkor elindultunk, és premierként háromszor adtuk Visken, mert mindig telház volt, és a bevételből pedig téglát vettünk, hogy tornatermünk legyen. Mentünk Técsőre, Péterfalvára, és gyűjtöttünk, és amikor összejött, azt mindent leadtuk, és vásároltak belőle, és tornatermet építettünk. Sose gondoltunk arra, hogy ezért fizetnek. Mi önerőből csináltuk, mentünk, egy héten kétszer próbáltunk, a gyerekeink kicsik voltak, Zsuzsa ügyelte Sanyikát, mivel 9 év van közöttük, és mi mindig mentünk énekkarba, színjátszó csoportokba, de nem fizettek, mi fizettünk azért, hogy ez megvalósuljon. Így tudták előrébb vinni a Viski magyarság ügyét. Igen. Is. Ha már a gyerekeket tetszett említeni, akkor itt van egy kép. Itt az első gyerek született, ugye? Zsuzsa. Ez Zsuzsa, igen. Hány évesek tetszettek lenni, mikor összeházasodtak? Hát én 20 éves voltam, Sanyi bácsi, 23, egyetemisták voltunk. Ő kémia szakán tanult, én biológián. És hát egy év után, a házasságunk után megszületett Zsuzsa, de nem volt akadály, hogy megszületett, mert a nagyszülők mindenbe segítettek. Most a mama, aki meghalt, már most 3 hete, ő nagyon kivette a részét az unokák nevelésébe. Hát egy nagymama mindig el kell a házba, mindig jó, így ha van. Gondoskodik rólunk. És itt van Sanyi, ő a kisebb, ugye? Ő a kisebb fiam. Ő is, hát ő Pécsen tanult az egyetemen, de Pécsre került el, de mindig vonzotta. Annak idején, mikor fejezte be fel a Pécsi Református Gimnáziumot, akkor azt mondták, hogy Sanyi menjen színésznek. A másik tanár azt mondta, hogy papnak, végül földrajzturizmus szakon végzett. De nagyon tudott szavalni mindig, mint az apja. Az apja is hiába kémia tanár volt, de azért a szavalásban mindig első volt. És itt már Sanyiról egy nagykori kép, ahol már a kisunokát tartja a kezében, ha jól látom. Igen, hát Sanyi az Eszter unokámat tartja a kezébe. És azóta már van egy Anna unokánk, tehát ez ötvös Eszter Zsófia, és van egy ötvös Anna Borbála nevű unokánk a Sanyinál. Itthon pedig Dóra és Ákos unokánk van. Itt van Sanyi és Zsuzsa, akkor a gyerekei. A két gyerekem, igen. Akire nagyon büszkék vagyunk. Mi nekünk olyan két gyerekünk van, hogy a Jóisten áldása kísér minket ebben, hogy ilyen két gyereket tudtunk nevelni, és így megállják a helyüket mindenben. Jó gyerekek? Nagyon. Mind a kettő. Sanyi, ma már telefonált? Ma már telefonált 9:30-kor, és minden nap telefonál, hogy mi a helyzet velünk itthon. Egy napot nem hagy ki. Zsuzsa meg minden reggel idejön, és minden reggel megbeszéljük reggeli alatt, hogy hogyan tovább, mi a teendőnk, és ennek örülök. Akkor ez egy összetartó család. Igen. Igen. Fontos volt mindig az összetartás az ötös családban? Úgy nevelkedtünk meg, és úgy neveltük a gyerekeinket is, hogy a család az a nagyon fontos, és hogyha valamit elkezdünk, az csak a család összefogással, egymás segítve tudjuk megvalósítani. Tehát ez alapvető volt, hogy 96-ban elkezdtük a falusi turizmust. Hogyha nem úgy lett volna, nem álltunk volna úgy hozzá, hogy a gyerekeink is ott voltak mellettünk, ez egy családi vállalkozásba indult, és utána kinőtte magát. 10 családdal kezdtük, utána lettünk 15-ön, és most 24-en vagyunk vendégházak. És mennyire lehetett belőle megélni? Hát mindig plusz jövedelmet hozott a falusi turizmus. Volt egy időszak 3 évig, amikor nem voltak vendégeink, de azt csak annak lehet tulajdonítani, hogy azt mondták az anyországi vendégek, hogy Ukrajnában háború van. Hiába próbáltam megmagyarázni, hogy Ukrajnában háború van, de Kárpátalján békében élnek az emberek, de köszönhető annak, hogy a Rákóczi Szövetség megvalósította, hogy lehet pályázni, visszatértek. A visszatérő vendégeink, új vendégeink vannak, és igaz, hogy szezonális, de ha odafigyelünk, és kellőképpen takarékoskodunk, akkor a telet túl lehet élni belőle, és mindig valamit még tenni a ház körül, a plusz jövedelemből. És
Voltak nehéz időszakok? Mi már 45 éve együtt vagyunk, hát voltak. Akkor kezdtük el 96-ban a falusi turizmust, mert egy tanárházas pár, aki 8 hónapig nem kap fizetést, annak meg kellett próbálni két gyerek mellett, és a kis Sanyikám kicsi volt, és mindig várta, hogy édesanyám, mikor sül meg a kenyér, mert nem volt pénzünk kenyérre, de lisztet kaptunk a tanárok, és akkor abból sütöttem a kenyeret minden nap. Tehát nagyon nehéz volt, de a Jóisten velünk volt, hogy felneveltem őket, szép gyerek, családom van, unokáim, és most meg már boldogan örülök nekik, hogy ők jól vannak. Szia! Nyíri Váncsi Katalin. Takács Zsuzsa vagyok, örülök, hogy találkoztam. Mit jelent számodra a család? Te vagy a legnagyobb gyerek a családban, a kettő közül, igen, ide nénék nagylánya. Ez igaz, igazad van, jól informáltak, én vagyok a legnagyobb gyerek a családban, de is még mindig úgy érzem magam, hogy gyerek vagyok, mert a szüleim még mellettem vannak, és elég szoros a kapcsolatunk a szülőkkel, tehát ameddig a szüleink vannak, addig mindig gyerekeknek érezzük magunkat. Hát ez nálunk nagyon fontos. Mi egy, igazán mondhatnám, hogy egy jó család vagyunk, mert minden nap egymást meglátogatjuk, minden nap beszélünk egymással, és ez nagyon fontos, hogy itt maradtunk, én is itt maradtam, a gyerekeim is itt maradnak, és szoros a kötelék közöttünk. Te tanárnő vagy egyébként a Viski Magyar Iskolában, ha jól tudom, ugye? Igen, tanárnő vagyok, jól tudod. Itt dolgozom a Viski Magyar Iskolában, a Nyíregyházi Besenyei Tanárképző Főiskolán végeztem, de visszahazakerültem, tehát egyelőre még nem volt tervemben, hogy kimenjek. Szerettem a munkámat, és ezt másképp nem lehet csinálni, csak ha a munkánkat szeretjük, és jól érezzük magunkat a gyerekek között. És milyenek a viski magyar gyerekek most? Egyre nehezebb, azt kell mondani, de azért egy tanárnak tudni kell megbirkózni ezzel a feladattal, és igyekszünk azért ezeket a helyzeteket kezelni. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert én még kicsi gyerekekkel dolgozom, tehát másodikosaim vannak most, és ezek még nagyon szerethetők, nagyon képlékenyek, nagyon formázhatók, úgyhogy majd a végén meglátjuk, hogy hogyan sikerült velük boldogulni. Itt vagyunk a Viski Magyar Óvodában, Takács Dórával, aki az ötvös család unokája. Így van. Aki hagyományőrző foglalkozásokat vezet az oviban, amellett, hogy ápolónő is, ugye? Így van. Mit lehet róla tudni? Hát a hagyományőrző foglalkozás, ez a Hagyományok Háza program keretein belül valósul meg. Én már második éve vagyok én a foglalkozásvezető. 3 éve létezik a program, de első éven Kukas Erzsébet tartotta a hagyományőrző foglalkozásokat. Most heti rendszerességgel 2 csoportban tudunk foglalkozni a gyerekekkel. Igazából a népi gyermekjátékokon keresztül vezetjük őket be a mozgáskultúrába is, és egyáltalán a magyar kultúrával ezeken keresztül ismertetjük meg. Ami által a gyerekek nem érzik direktnek a dolgot egyáltalán, hanem játszva tanulnak, és annyira bele ivódik az egész lényükbe, hogy iskoláskorukban már nem kell őket nyaggatni, hogy gyertek néptáncolni, hanem már kopogtatnak az ajtón, hogy ők igazából jöhetnek a tánc együttesbe. Szeretik akkor, amit nagyon csinálsz. Szeretik, igen. De te is táncolsz a Kárpátalja? Én is táncolok, én a Kárpátalja Néptánc Együttes tagja vagyok első pillanattól, ami gyakorlatilag másfél éve létezik összesen. De hála Istennek, mert nagyon, nagyon sok mindenen vagyunk túl így együtt. Akkor egy kicsit még a családról, milyen a kapcsolatod a nagyszülőkkel, anyukáddal, mit jelent számodra a család? Hát igazából a mi családunk az tehát elengedhetetlen a mindennapokban, hogy mindenki mindenkivel tartsa a kapcsolatot, éljen az akár Budapesten, akár csak itt a következő utcában. Nekem nagyon jó a kapcsolatom a nagyszüleimmel, ugyanis én 8 évig ott nőttem fel náluk.
Úgyhogy én nagyon, nagyon erős nevelést kaptam, mint magyarságtudat szempontjából mindennel egyaránt. Azzal, hogy a szülőföldön maradás mennyire fontos, és bár nekem is, mint minden mostani fiatalnak, kamasznak megfordult a fejemben, hogy mégiscsak lehet jó lenne külföldre kiköltözni, vagy esetleg dolgozni néhány hónapot, de hát családi ellentmondás született, úgyhogy nem engedte ki, amit mai napig egy pillanatig sem bánok, mert amit már itt sikerült felépítenem, azt úgy gondolom, hogy nem hagynám semmi pénzért. És a párodat is itt találtad meg, ha jól illetve tudom. Igen, a páromat is itt találtam meg, mind a ketten viskiek vagyunk, és hála Istennek ő is ugyanilyen hazaszeretettel van a szülőföldünk iránt, úgyhogy egyelőre nem fordult meg a fejünkben, hogy bármi is ellent mondjon ennek. Sanyi bácsival, ahogy beszélgettünk egy kicsit, arról mesélt, hogy milyen egy jó évfolyam volt a Sanyi bácsék évfolyama itt Visken. Hát valóban ez nagyon, nagyon érdekes, egy mégben Pál Lajossal, a Szalma édesapjával egy padba ültünk, és azt beszéljük, hogy ez egy nagyon jó eresztés volt ez az 51-es korosztály, ugye, mert 32-en voltunk egy osztályban, három osztály volt, és ebből a 32 egy osztálynyi egyetemet végzett. Én kémiát végeztem, kémiát, biológiát tanítottam az iskolában 45 évig, és ugye biológiát is tanítottam, mint mondtam. Az állatok között is, a rovarok között van egy olyan osztály, hogy az ízelszábúak, ezek pedig a rákok is ide tartoznak, és sajnos engem is elkapott egy ilyen ízelszábú az utóbbi egy évben, egy rossz indalasz daganattal, amit ugye elszávolítottak Budapesten a Semmelweis egyetemi kórházában. Hát azt mondták, hogy minden rendben van. Hát remélem én is, hogy kialakul minden, és még tovább fogjuk a dolgainkat tenni úgy, mint eddig, hiszen mindig az a típusú ember voltam, hogy most is az idegesít a legjobban, ha ülnöm kell és nem csinálni semmit. Tehát állandóan mozogtam, eléggé nehéz volt a nyár olyan szempontból is, mert mint idegen vezető egy nyaramat se töltöttem itthon, hanem állandóan úton voltam. Az idén pedig hát nyáron nem is voltam, sajnos. De hát kialakul ez, úgy gondolom, a következő nyarat már az autóbuszon fogom tölteni, vagy a Vereckei házon, vagy stb. Más helyeken. Akkor sok mindennel foglalkozik Sanyi bácsi. Volt kémia tanár, idegenvezető? Voltam. Azon kívül ugye, hát voltak azok a bizonyos olyan időszakok, amikor mint tanárok nem kaptunk fizetést, akkor Magyarországon dolgoztam, mert édesapám ácsmester, asztalos volt, és akkor én is elsajátítottam azt a mesterséget. Magyarországon is dolgoztam, Ukrajnában, Moldáviában is dolgoztam, amikor nem volt pénzünk, ugye, hát valamire pótolni kellett, el kellett tartani a családunkat. És ezt kénytelenek voltunk ezzel foglalkozni. És a család az milyen szerepet tölt be Sanyi bácsi életébe? Egy kicsit ugye a viski családot tetszik jellemezni? Másabb egy viski embernek a családhoz való hozzáállása, hát, mint átlagban? Valahogy család is egészen, tehát másabb, mint más helyeken, mert ugye a viskiek mi úgy vagyunk azért, hogy ezt mindig azt mondják, hogy a viskiekben van egy kis székelybeütés, és ehhez mi ragaszkodunk is, és ragaszkodunk mi ahhoz az összetartáshoz, hogy azért nem hagyjuk egymást, hogy megbántson valaki, hanem kiállunk egymásért. És a család is ugye ez nagyon, nagyon összetart. Éppen úgy a fiamnak, ő Budapesten él, vagy a lányom pedig itt van, minden nap egymással tehát kommunikálnak, vagy telefonon, vagy valamilyen módon, megérdeklődik, hogy vagy, és így tovább.
Ugyanakkor, tehát rólunk is, nem azt mondom, hogy gondoskodnak, csak érdeklődnek irántunk, hogy minden nap mi történik. Hát a család nagyon összeszart. A fiam, ugye mondtam az előbb, Budapesten él, és hát azt mondtuk, hogy milyen szép helyen, különösen de édesanyja mondja, hogy milyen szép helyen, ugye a Batthyány téren szemben a parlamenten. Hát igen, van egy megjegyzés a fiamnak, azt mondta, hogy ez nagyon szép, csak az volna jó, ha a parlament helyett a Viski várhegyet látnám ott. Tehát az a helyzet, hogy ő azért ragaszkodik ahhoz a helyhez, ahol született Viskhez is. Hát igen, mert a Viskiek mondom, hogy mivel koronaváros volt, kívánságos joggal rendelkezett, a Viskiek azt mondták, hogy a felettünk még az ég is a miénk, a Viskieké, és hát ne avatkozzanak olyan nagyon a mi dolgainkba. Habár mindenkit meghallgatunk, a véleményt is elfogadjuk, ha jó, hanem akkor hát bizárba bocsászkodunk, hát különösen nincs. Belopakodtunk Idanéni éléskamrájába, mondhatjuk így. Ezekkel a finomságokkal is várja a vendégeket, akik hozzájuk érkeznek. Van itt savanyított tuborka, gomba, almapaprika, szerintem ez ilyen ketchup, savanyított káposzta, és ott található a sok finom lekvár egyébként, meg a megybefőtt, és ez mind házi készítésű, finom és bio. Ez a legfontosabb. A füstölcsülkös bableve, passzújleves után én még készítettem viski szallagos fánkot, amihez somlekvárt és szőlőlekvárt kínálunk. A somlekvár az a kertünkbe a két nagy fáról készítjük, a szőlőlekvárt meg Kárpátalján csak Visken készítjük Izabella szőlőből. Nem is hallottak még a vendégek, de mindenki nagy odaadással viszi és vásárolja tőlünk a som és a szőlőlekvárt. És most készültem, hogy önök is megkóstolják a finomságainkat. Na nézzük meg, hozzuk ki. Hozzuk. Itt áll, látom az üvegben. Már igen. Ez a somlekvár. Kis kanállal meg lehet belőle kóstolni? Azért tettem ide egy kis kanállal, de teszek még ilyen kis... Ilyen icipici belé. Ilyen picinget, és meg lehet kóstolgatni. Ez meg az Izabella szőlőből hát készítjük a szőlőlekvárt. Nagyon finom. És ilyen fél literes üvegekbe tesszük, és így kínáljuk igazán. Most rákészültünk, és esztétikusan csomagolva, kockás anyaggal bevonva. Ahogy az illik. Ahogy illik, felcímkézve kínáljuk a vendégek számára. Csodálatos. És itten pedig kétféle fánkot sütöttem. Az egyik ilyen lyukas fánk. Ez a hagyományos, ugye? És ez a hagyományos. Ez nem csak most, hogy vártam a vendégeket, hanem mindig, ha én füstölcsülkös bablevest, passzújlevest főzök, akkor a fánk vagy a tarkelli elhagyatlan utána. Ez a hagyomány. Finom viski házi konyaknak és pálinkának a titkos receptjét. Van ilyen? Hát megmondom, hogy titkos nincs. Ez minden úgy vagyunk, mint a székelyek, amiből nem főzünk lekmárt, abból főzünk pálinkát. Tehát nincs itt titkos semmi, csak oda kell figyelni arra, hogy azokat a bizonyos szabályokat be kell tartani, hogy ne kerüljön bele metilalkohol, és így tovább, és hogy megmaradjon a gyümölcs íze. Azt mondom, hogy hát jól sikerülnek ezek a pálinkák, mert 4 évvel ezelőtt Magyarországon éppen egy ilyen versenyen voltunk, és Szamoskéren, és hát én nem tudtam, hogy kicsoda, csak járzott az asztalak között egy férfi, érdeklődött, végül, amikor a döntés született, kiderült, hogy ő a zsűri elnöke. Sompálinkával első helyet nyertünk, és kiderült, hát első helyet, hát kérdik, hogy mibe készítem. Hát mondom, hogy nincsen nekünk olyan 100-200 ezer forintos főzőnk, hanem hagyományos, ami mi készítettük a főzőt is hozzá. És pontosan ő a színpadon elmondja, nem kell ehhez, uraim, azt mondják, több millió értékű, vagy 100 000 forintos, csak
tudni kell, hogy hogy kell megcsinálni. Hát eddig még sikerült, és senki nem panaszkodott.